A Vörösmarty Mihály Könyvtár évente 4 alkalommal szervez konferenciát a vármegyei könyvtárosok számára. Az idei első továbbképzés egyik fő témája a vármegyei webarchívum volt. Horváth Adrián, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója kiemelte, változnak az olvasói szokások, a gyűjtemény is folyamatosan változik, új digitális tartalmak, e-könyvek és más hordozók jelentek meg, ezért fontos, hogy a könyvtárosok folyamatosan képezzék magukat. Ennek egy ilyen kuriózuma lesz az, hogy egy vármegyei webarchívumot szeretnénk létrehozni a megyei könyvtárak együttműködési keretében, ami azt jelenti, hogy a webben megjelenő összes digitális tartalmat hosszú távon elérhetővé tennénk, mentenénk, illetve szolgáltatnánk. És ebben szeretnénk egy együttműködést létrehozni a 106 településsel, amelyik a vármegyében található. De a nap folyamán terítékre került az okos könyvtári tevékenység is, mely a Vörösmarty Könyvtárban már egy éve működik. Itt kimondottan arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a digitális eszközökkel milyen foglalkozásokat, milyen új típusú digitális kompetenciafejlesztő és olvasási kompetenciafejlesztő foglalkozásokat lehet kombinálni egymással. Emellett a mesterséges intelligencia alapú könyvtári automatizálásról is hallhattak a könyvtárosok, megismerhették a Családfa magazint, majd bemutató foglalkozásokon vehettek részt.